A közelmúltban vette át a Tolna vármegye közbiztonságáért elnöki elismerést Gergelics István, a Tolna vármegyei tűzoltó szövetség elnöke. A díjjal 2 évtizedes kiemelkedő hivatástudattal végzett áltozatos munkáját ismerték el. A vármegyei szervezet élén sokat tett mind a szakmai és a működési feltételek biztosítása, mind a hivatásos és önkéntes tűzoltók, illetve a katasztrófa védelemben érintett ifjúsági szervezetek tevékenységének támogatása terén. Nálunk a szövetségi szinten megpróbáljuk a megyébe dolgozó egyesületeket összefogni, és rendezvényeket szervezünk részükre. Itt főleg, amire mi kihegyeztük a dolgainkat a partner egyesületekkel, az az ifjúság inkább, mert hát úgy gondoljuk, hogy, meg én is úgy gondolom, hogy belőlük lesz, tehát a jövő az náluk van. És nekik szervezünk több rendezvényt, és ezek a rendezvények is, hál' Istennek, most már lassan 2 évtizedesek. Van egy itt Bonyhádon lévő Gróf Széchenyi Ödöntűzoltó verseny, amit a Széchenyi István iskola szervez a helyi egyesülettel, amit nekik is most is ezúton is köszönök. Mi is segítünk ebben a rendezvényben, tudjuk anyagilag támogatni. Ez április végén szokott lenni hagyományosan. Akkor van egy megyei tűzoltóverseny, ahol szintén felnőttek számot adhatnak a ügyességükről, versenyezhetnek, találkozhatnak egymással, leülhetnek, beszélgethetnek, de szintén van gyerek része a dolognak, illetve van Kurdon egy tűzkakas vetélkedő, amiről szerintem már tudósított a televízió is. Az egy teljesen más, az egy játékos jellegű, tehát nem annyira tűzoltós profis dolog, de így a gyerekeknek éves szinten 3 olyan megmérettetés is van, ami megpróbálja ráirányítani a tűzoltóságra a figyelmet. Utánpótlás, ugye minden szervezet utánpótlás gondokkal küzdik, én úgy gondolom, hogy ezt fölösleges eltitkolni vagy mondani, mi is ugyanígy vagyunk ebben a dologban, és hát ha ezekből a gyerekekből, ha csak annyi is, hogy hallott már róla, ért hozzá, látta már, tehát hát ha egy kicsit, ugye Moldova mondta egyszer, hogy akit a vonat füstje megcsapott, hát ha valaki megérzi egyszer a tűznek a szagát, vagy az illatát, vagy az adrenalint, vagy nem tudom, valamit, akkor hát ha csatlakozik hozzánk. Amúgy különben az egyesületeknél nagyon sokan dolgoznak, akik, hát amikor én kezdtem, akkor még nagyon fiatalok voltak, és úgy kerültek be diáktűzoltóként a rendszerbe. Hivatások között is nagyon sok van, bonyhádiakat is említhetnék, akik akkor, amikor én bekerültem, utána lettek hivatásos tűzoltók. Gergelics István 1986-tól a Paksi, majd 1991-től a Bonyhádi Tűzoltó Parancsnokság állományának tagja volt, utóbbinál tűzoltó parancsnokként dolgozott. 2000-től a megyei katasztrófa védelem igazgató helyettese lett, innen ment nyugdíjba 2010-ben. Társadalmi szerepvállalását a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként és szakmai tanácsadójaként kezdte, 23 éve pedig a megyei, később vármegyei tűzoltó szövetség elnöki tisztét tölti be. Amikor én elnök lettem 2000-ben, akkor nagyon sok képzést szerveztünk, mert ugye azt kell végig gondolni, vagy kellett végig gondolnunk, hogy egy tűzesetnél, egy balesetnél az eseménynek teljesen mindegy, hogy oda egy önkéntes vagy egy hivatásos tűzoltó érkezik ki. Tehát a képzettségnek, a felszereltségnek, a tudásnak körülbelül azonosnak kell lenni, hogy sikeres legyen egy beavatkozás. Akkori képzések azok budapesti bentlakásos tanfolyamok voltak egy hétig. Na most ezt munka mellett nagyon nehéz megoldani, és akkor sikerült azt elérnünk, amire én nagyon büszke vagyok azóta is, hogy sikerült lehozni a tanfolyamot. És akkor a 6-8 hónapos tanfolyamot el tudták végezni több hétvégén itt a megyében, nem kellett elutazni, a helyi hivatásos kollégákkal meg tudtuk szervezni az oktatókat, erre tudtunk pályázni, a hétvégi munkájukat ki tudtuk fizetni, vagy valamennyire a költségeikhez hozzá tudtunk járulni, és így tudtunk képezni embereket. Mert hát, mint említettem, képzettség nélkül, eszköz nélkül nem lehet eredményesen beavatkozni. Szívügye az önkéntes tűzoltók munkájának, a szakmai munka magas színvonalú ellátásának támogatása, és fontosnak tartja a hivatásosok és az önkéntesek munkájának összehangolását is. Nem lehet minden településre hivatásos tűzoltóságot rakni, tehát kellenek az önkéntesek. Nagyon ritkán előfordulhat egyidejűség, amikor hivatásos egységek valahol vannak, és keletkezik valami esemény, amit egy önkéntes tud megoldani. A másik, ugye önkéntes helyben van, helyismerete van, tűzcsapokat ismeri,
orvost ismer. Tehát egy rakás olyan tudással rendelkezik, amit nem biztos, hogy egy hivatásosnak készségszinten ott van a kezébe, telefonjába, etc. Tehát ebből a szempontból szerintem nagyon jó kiegészítik egymást, és én azt látom az utóbbi időben, hogy mivel kezdenek hasonlítani a felszerelések, felülvizsgált eszközök vannak az önkénteseknél is. Képzés is lépeget előre, partnernek tekintik, tehát az önkénteseket, és tehát szükség van rájuk. Egy hosszabb beavatkozási esetet fel is idézett pályafutásából. Volt itt egy, nem csak itt, hanem több településen is nagy bálvíz, 90-es évek végén nagy belvíz, a Gyár utcát teljesen öntötte a víz. Ugye úgy szoktuk nézni, mi tűzoltók a víznyomás nagyságát, hogy a föld alatti tűzcsapot kinyitjuk, és hogy mekkora az ugró magasság. Na most akkor a Gyár utcában a vízelvezetőknél lehetett nézni az ugró magasságot, mert a talaj víz jött olyan magasságra, hogy az szinte kiugrott a csatorna rendszerből, teljesen öntötte a Gyár utcában lévő házaknak a szuterényeit, és hát egy hétfőn hajnalba kezdődött az egész történet, és csütörtökön éjjel péntekre víradóra egy órakor sikerült nem csak tiszta ruhája hazamennünk, hanem úgy, hogy akkor hazamegyünk és alszunk egy kicsit otthon. A tűzzel úgy az embernek vannak ötletei, hogy miket lehetne kezdeni, de vízzel, akkor nem tudtunk mit csinálni. Tehát annyi víz volt a patakban és a patak partján, végig a Gyár utcába, nem volt hova szivatni. És akkor a Gyár utca belévő házaknál az elektromos betáp az alulról jön be a szuterénbe, az kikapcsolta, hát akkor az, nem tudom, az áramszolgat talán Dédász volt akkor, és két nap múlva sikerült éjfélre kiszivatnunk a vizet, de akkor sem a patakba, hanem akkor még megvolt a Bonyhádon a strandnak a medencéje, ami most a játszótéren, a Gyár utca fölötti játszótérnél volt a strand, és meg volt a régi medencéje, és azt föltöltöttük a csapadékvízzel, és úgy tudta az elmúlt vissza, vagy a Dédász, vagy nem tudom ki volt, az visszakapcsolni az áramot. Gergelics István vallja, biztos családi háttér nélkül nem lehet jól csinálni mindezt, hiszen a beavatkozásra bármikor szükség lehet, a riasztás akár egy családi ünnep kellős közepén is jöhet. Ő ebben mindvégig támogatást kapott szeretteitől, feleségétől. Ugyanilyen fontosnak tartja az elhivatottságot is, amely talán a legszükségesebb ahhoz, hogy valakiből jó tűzoltó váljon. Talán a tenni akarás, bajba jutott embereken a tenni akarás. De talán a családban is én úgy nőttem föl, hogy segítsünk a másikon. Remélem, hogy a gyerekeim is így nőttek föl, hogy segítenek a másikon. Ez nem pénz és nem elismerés, mert az egy teljesen más dolog. Ténylegesen, amikor esküdtesz az ember, akkor ugye a saját életem kockáztatásával is. És a másik, amit ugye meg kell említeni. Tehát megfelelő családi háttér nélkül, pár nélkül ez a dolog nem működik. De azt hiszem, hogy nagyon sok-sok hivatás nem működik, hogyha nincs megfelelő családi háttér hozzá. Gergelics István elnök és a Tolna vármegyei Tűzoltó Szövetség 24 egyesülete a jövőben is elkötelezetten dolgozik azért, hogy a megelőzési tevékenység és az utánpótlás nevelés folyamatos maradjon.